Csodálatos egyébként. És akkor ez pedig a Széchenyi díj. És szívből kívánom neki, kívánjuk neki, hogy jövőre a Nobel díj is. Köszönöm, nagyszerű, jó. Köszönöm.
asszony, úgy oda, oda, úgy, úgy. Jó, hogy mondtad. Az előbb volt, hogy ha az ajtó nyitva lenne, talán ki is mennétek rajta, ugye? Polgármester nincs itt. Polgármester szabadságát volt. Rendben szabadságát. Thank you.
fiatal ember. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves egybegyűltek!
Körülbelül egy évvel ezelőtt városunk lakói részéről civil kezdeményezés indult egy díj alapítására, azzal a szándékkal, hogy mi kisújjak is kifejezhessük hálánkat és nagybecsülésünket Karikó Katalinnak. E kezdeményezésről értesülve Kati maga szorgalmazta, hogy személyesen találkozhasson velünk, és tesztelen, kötetlen beszélgetés keretében beszámolhasson nekünk földieinek arról, hogyan vezetett az életútja kisújszállásról Amerikába, majd Németországba, illetve arról, hogyan alakult az élete és tudományos pályája a koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztése óta. Kati az mRNA-s technológiával orvosbiológiai forradalmat idézett elő a tudományban, eredményes kutatómunkája, kulcsfontosságú felfedezései vezettek el az mRNA-s alapú koronavírus elleni oltóanyag sikeres kifejlesztéséhez, mely több millió ember életét mentette meg a világjárvány idején. A közelmúltban talán egyetlen tudományos felfedezésnek sem volt nagyobb hatása az emberek életére, mint éppen ezeknek az mRNA-s vakcináknak, és talán még sohasem volt ennyire közvetlenül érzékelhető az alapkutatások gyors klinikai alkalmazása, mint ez alkalommal. Kiderült, hogy a hírvivő mRNA-s nem csak az oltás technológiában alkalmazható eredményesen, hanem az orvoslásban is. Hozzájárulhat a rák, az autoimmun és más betegségek gyógyításához is. Kati úttörő munkája tehát megnyitotta az utat a jövőbeli terápiás fejlesztések előtt is. Talán nem tévedek, amikor azt mondom, hogy Kisújszállásváros egésze kitüntetett figyelemmel kísérte a médiában közzétett Kati kutatói teljesítményéről szóló híradásokat. A személyes találkozás lehetősége sokakat felvillanyozott, nem véletlen, hogy ilyen szép számmal vagyunk most itt. Elérkezett végre a találkozás várva várt pillanata. Köszöntsük tehát nagy szeretettel dr. Karikó Katalin, világhíressé lett biokémikus, a Szegedi Egyetem kutatóprofesszorát, a BioNTech alelnökét, a Pennsylvania Egyetem professzorát, nem mellesleg Kisújszállásváros díszpolgárát, volt kisújszállási lakos, akit ma sokan a világ megmentőjeként emlegetnek, és a világ 100 legbefolyásosabb embere között tartanak számon. Üdvözöljük tehát Karikó Katalin! Mindannyian tudják, hogy Kati élete és tudományos pályafutása Kisújszálláson indult. Itt járt óvodába, iskolába, itt érettségizett a Móri Zsigmond gimnáziumban, 18 éves koráig itt élt a Marjalaki utcában és a Kossuth Lajos utcában volt az otthona. A gyermekkori és fiatalkori emlékek ide kötik, csak éppen nem Kisújszálláson született, hanem Szolnokon. Kati nem egyedül érkezett, vele van még két fiatal tudós kutató, Kati Kisújszállásról származó mentorátjai. Köszöntsük őket is nagy szeretettel, közülük elsőként is Pardi Norbertet, a Pennsylvania Egyetem mikrobiológiai tanszékének professzorát. Köszöntjük Szabó Gábor kardiológust, a németországi BioNTech cég igazgatóhelyettesét, nem mellesleg szintén Móricos diák. Köszöntöm a civil kezdeményezés valamennyi támogatóját, elsősorban az ötletgazda főszervezés, Rácz Lajos. Köszöntöm körünkben a Jászna-Kun Szolnok megyé és Kisújszállásváros képviseletében megjelenteket,
elsőként Hubay Imre urat, a Jászmegkunszolnok megyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm városunk képviseletében Kovács Tibor urat, Kisújszállásváros alpolgármester. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, köszöntöm dr. Tóth Albert tanár urat, Karikó Katalin egykori biológia tanárát, mindannyiunk Berci bácsiát, aki elindította és segítette Kati biológiai ismereteinek elsajátítását, tanulmányai kezdetét. És természetesen köszöntöm Önöket, kisújjakat, helybelieket és elszámozottakat, barátokat, ismerősöket, akik azért jöttek el ide ma délelőtt, hogy személyesen is találkozhassanak Katival és az ő kisújszálláshoz számozott kollégáival. Ez a köszöntés úgy gondolom azzal lesz teljes, ha elhangzik városunk szülöttének, Csukrás Istvánnak Ritmus két hangra című verse. A verset előadja Kovács Benyámin Dávid, a Móri Zsigmond Református Kollégium 11. osztályos tanulója. Csukás István, Ritmus két hangra. Köd előtte, köd utána. Örök él, amit láttam. Közöttük is kiváltságos helyet foglal el a város. Nem valami előkelő, partja és liba legelő, hölcsög látta már a határ is, summa nem olyan, mint Párizs. A fő utca két oldalán két isten, két templom áll, katolikusoké orral, reformátusoké farral. De ez nem olyan nagy különbség, hogy egymás portának esik a nép, így füst vénasszonyok szájában csak a gumbjuk. Általában az okosság kerül a lakosság körében, és az okosságban előjár az igazság. Úgy, mint Csercsányi, a Kovács, vízhoz a Nagy Laci, az Ács, Varró István, a Mészáros, és Zöldi Márton, gyógyszertáros. Betteneznek, tesznek, vesznek, futónapot kereteznek, szökőpercet sarkantyúznak, életköré látat húznak. Volt rég több foglalkozás, de kiszáradt a víz, a sás, s a halász, vadász, madarász, üdvesetben kotorász. Április bátyám, Róza nénén, kucspa alól, kendő mélyén, csippenti szemét az égre, van már úgy, vagy ez lébe. Mint a fű, élnek a kunok, hol vannak a híres kunok, s a zavarok, és a pesenyők, a szélsodort a temetők. Népek húltak, népek vesztek, de ők itt maradtak, vesztek. Kapaszkodtak 10 gyerekkel, mint nagyanyám, Buzgány Eszter. Jön a hajnal, arany lépte, zöld hüvön tehén lepénye, csordás rikkant, a kontás bőg, fényhozó morc angyalok ők. Egyiknek van csoda tükre, ránéz hér a szemjőkre. Másiknak van sört egy ára, a kandisznó kefe háta. Zúdul a fény, oszlik a fény. A kollégiumban kislegény Vergilius preparál, jongzol kös sártikál. Vívosz fokó, murtosz plánó, a Tebrecenből a harangszob idejér, bár az újságos, itt tanított Arany János. Csokon egy csizmaszárát, gubanc kutyák itt szaglázták, öreg kasban lélek zsongott, a kisdiák Móri Zsigmond. Képzelgésem ne továbbja, legyek lábnyomó a sárban, nyűvöm náli hegedűmet, zengek vékony íbetűket. Míz, píz, níz, lelek a szóra, éget fejű szivanóra, tojást tartó kubujkára, száz ízikre, sárvas kóra. Tönkölj, konkolj, tarack,
és paré, örök nyárnő szívem köré, vércsegűsül kupoláján, villanyásnyi kék szivárvány. Kossuth utca, Betyár utca, Kuncsorbai busztok útja, a fekete karahát szagott léptetnek irányt. Nem vágyom én tengerekre, csak a kert végig berekre, hol kiköt vál a teknő, mesebeli lélekvesztő. Bár én a vonatra szálltam, ezt ott tettem, itt-ott hátam. Voltam így úgy, is tudom, végül szemem fénye elsütítő. De boldog, én csak ott voltam, honnan vétettem, a porban. Szívemben már kiváltságos helyet foglal el a város. Alapítványi támogatása nyomán az első olyan ösztöndíjra pályázó, aki természettudományos érdeklődését néhány nap múlva ennek az ösztöndíjnak a segítségével Salzburgi Egyetemi Kutatások megismerésével is gyarapíthatja két másik diáktársával együtt, amihez gratulálunk. De nem csak Csukás István, hanem Karikó Kati szívében is kiváltságos helyet foglal el a város. Először most Katit kérném meg arra, hogy szóljon néhány szót a jelenlévőkhöz, tartsa meg kis előadását kutatásairól, avasson be bennünket egy kicsit az általa művelt tudományba, hogy jobban megérthessük az mRNS technológia működési elvét. Arra is kíváncsiak lennénk természetesen, hogy milyen út vezetett a világra szóló sikerekhez, az általános elismertséghez. Adi, ilyen a mikrofon, kérlek tartsd a társadalmat. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit, akik eljöttek, kisújjakat, meg nem kisújjakat is. És hát először is szeretnék bemutatni, hogy hogyan indultunk el kisújszállásról, nem csak én, hanem az itt velem jelenlévő társaim is. És hogy valóban hogyan sikerült az RNS terápiás alkalmazásra vinni klinikai klinikumba is. Hát először csak elmondok néhány dolgot a saját családomról és a kollégákról, akik itt vannak velem. Én a Marjanak utcán nőttem föl 10 éven át. Az a kisgyerek az ott az a nővérem, de amúgy apukám, anyukám és a 3 évvel idősebb nővérem, akivel együtt éltünk ebbe a kis nádfedeles házba, úgy, mint azok, akik a mi korosztályunk, és voltunk pillangók, óvodások a különböző óvodában, én a Sársaslő utcaiba is, és később pedig a Petőfi utcai óvodába is. Iskolába, a zsidó iskolába jártam itt, bejelöltem Szilágyi Andort, akit elfelejtettünk bemutatni. Szilágyi Andor az osztálytársam volt, első osztályban együtt tanultunk meg írni. Olvasni, és Szilágyi Andor író, rendező, és nagyon sok minden más filmszakmabeli szakértő. És ez már én vagyok itt első osztályos koromban. Hát mi, és sok másan itt van, akik most jelen vannak, ők is itt vannak a képen. Az általános iskolába, ide jártunk felső tagozatba, akkor itt egy villamossági bolt volt, itt volt a kenyér volt, itt vettük a vinyettát a füzetünkre, a papírírószerben volt itt egy fodrász, stb. Hát így éltünk akkor, és látjátok, itt nincs is nagyon autó, inkább mindenki biciklivel jár. Jobbaknak tellett motorbiciklire is. Aztán egy iskolás korunkban együtt táboroztunk úttörőtáborokba, Magyar Hertelenden alapított az Aranyiskola úttörőtábor. Aztán kirándulásokat tettünk, itt vagyunk Visegrádon 1966-ban, ez vagyok én, Andor ő is.
kungfu volt már akkor is. És itt vannak még néhányan, itt van Ágócső, és itt van a, igen, meg jó néhányan mások. És hát kirándultunk, voltunk Szilvásváradon is, és mink úgy törölt. Az általános iskolás koromban már én nagyon szerettem tanulni, és különösen a kémia és a biológia érdekelt, úgyhogy 67 és 79 között több tantárgyi versenyt megnyertem a városban, itt ez a 1900 régen volt. Ebből ismerkedtem meg Tóth Albert tanárural, mint általános iskolás, ő volt a zsűri elnöke. Nyertem megyei első, megyébe első lettem élővilágból, és az országosok pedig harmadik. A gimnáziumban Tóth Albert tanárom kívül Csobai Zoltán tanárom, kémiai tanárom emelni ki, és hát itt nagyszerű tanítást kaptunk a többi tanárainktól is, matematikából, fizikából is. Itt hallottam először Selye Jánostól, akinek a stressz kezelésének segítségével tudtam vidáman élni, amikor mindenki úgy gondolta, hogy talán sírnom kellene, de ennek segítségével túltettem magam a nehézségeken. Hát így jutottam el Szegedre, a Gyatéra, amit most Szegedi Tudományegyetemnek hívnak. Azért mentem oda, hogy a biológiai központban dolgozhassam. Hát így kezdődött az életem, itt éppen elvégeztem az egyetemet, itt vagyok apukámmal, anyukámmal a Kossuth-Lajos utcai kertünkben, és hát ekkor ismerkedtem meg, nem a férjem már, hanem itt van, Pardi Norbival. Pardi Norbi rendszeresen járt, amikor már később ugye elkerültem, és Amerikában is dolgoztam, és hát itt éppen Szegeden beszéljük meg az RNS legújabb élményeket, ugye ez 15 évvel ezelőtt volt, és hát ő is rendszeresen, amikor hazajöttem Amerikából, eljött anyukámhoz, és itt a konyhában megbeszéltük, hogy mit is kell tenni RNS-en. Norbert is korán kezdte, itt egy újság kivágás, Norbert a 7. C-s kis nebuló, itt ebben a pandás trikóban, kis szakadt nadrágában látható, ő kémiából megyei első lett, tehát már 13 évesen ő is tudta, hogy mi akar lenni, úgyhogy az újságírónak megmondta, hogy igaz, hogy kémiából lett első, de én azért is biológus leszek, lett is Norbert. Úgyhogy Norbert is régen kezdte, de a mi kapcsolatunk még ennél is régebbi, mert itt a Vigadó melletti, most cukrázza van, de akkor Hajdanán ez egy hentes üzlet volt, és itt vannak a hentesek, akik ebben az üzletben dolgoztak akkor, és ott a jobb szélen itt van apukám, és itt van Norbinak a nagypapája. Úgyhogy a mi kapcsolatunk már 49-re datálódik. Aztán mi is próbáltuk ugyanezt a poszt fölvenni 2012-ben Philadelphiában, laboratóriumban, ahol együtt dolgoztuk. Igen. És hát Norberttel 2011 és 2013 között dolgoztam együtt Philadelphiában, és ő ott is maradt, úgyhogy akik lefényképeztek ma bennünket, ugye nem kellett eljönni Philadelphiába, nem kellett eljönni Németországba, itt voltunk, itt vagyunk most mindnyájan. A kollega Szabó Gábor, ő is korán kezdte. Ő szeretett, a zenét szerette. Itt egy bicenekarban billentyűsként játszik itt valahol kisújszálláson, és hát nem tudta eldönteni, hogy művész legyen, vagy pedig orvos. És mint látjuk, még később, amikor kardiológusként dolgozott, akkor is visszament a billentyűkhöz, az orgona billentyűkhöz, aztán vissza a szív billentyűkhöz, kataterizált a betegeket, és köszönet a város által megrendezett elszármazottak találkozójának, ahol véletlenül összetalálkoztam Gáborral. És ha ez a kapcsolat nem jön létre, akkor ugye nem jöttünk volna össze 2018-ban is, itt van Norbert és Gábor, és hát ennek következtében 2019-ben Gábor itt már a BioNTech dolgozójaként
van jelen. Októberben kezdte el a munkát 2019-ben, novemberben már megint együtt a hármas, itt Berlinben vagyunk az RNS konferencián. Aztán Gábor, ahogy éppen csak itt Norbert tart egy előadást éppen a Berlin konferencián, és hát ahogy éppen elkezdte Gábor megtanulni, hogy a beteg helyett most a plazmidokat kell, és RNS-eket kell csinálni, és a plazmidot izolálni, hát ugye jött a Covid, úgyhogy Gábor az belecsöppentett a nagy munkába. Itt neki a kezében már akkor sok volt, amikor még senkinek sem volt a kezében ez a vakcina, és teszteléseket, meg egyéb teszteket állított föl, és ma is dolgozik vele, megnyitott a BioNTech-nél. Hát ezt követően én nagyon büszke vagyok a kollégáimra, fiatal kollégáimra, úgyhogy asszisztálom őket, ahogy tudom. Norbertet elkísértem, amikor megkapta a Gábor Dénes díjat a parlamentbe, és hát ő is elkísért engem, amikor nemrégiben megkaptam a Franklin díjat Philadelphiában. És hát Gábor pedig volt olyan kedves, hogy nemrégiben fölvette helyettem az Európai Szabadalmi Hivatal életműdíját, és hát hamarosan majd én is asszisztálom őt, amikor díjátvételre megy. És hát szeretnék most végül köszönetet mondani a családomnak, a nővéremnek, aki mindig támogat, és ő is elkísér engem több díj átvételére, valamint a lányom, aki szintén, és a férjem, aki szintén elkísér, vagy ők mennek el egyedül a díjért, mert már nem tudok oda. És hát itt van az unokám, meg a bejem, és ez a kis család támogat, hogy ő tovább is bírja, mint energiával. Hogy essen szó arról is, hogy mi is ez az RNS, ami mindnyájunkat összehozott, és titeket is itt. Hát az RNS az egy olyan molekula, amelyet a DNS-ről íródnak le, a kromoszomáikról, ahol a információ tárolva van. Ez egy rövid ideig tartó, rövid életű kis molekula, oda szalad a ribosomához. Ott készül el a fehérje róla, és aztán gyorsan degradálódik. Ez a fehérje valójában az, ami vagyunk. Hogy hogy is lett? Ezt az felfedezték 1961-ben, de hogy is lett ebből az a vakcina? Hát ebben a kollégáimnak nagy szerepe van, meg még néhány száz vagy ezer embernek is. Hát először is Norbert volt az, aki először készített Zika vírus elleni vakcinát, amelyik a legjobban hasonlít ahhoz a vakcinához, kaptatok a Pfizer BioNTech vakcinát, tehát nagyon hasonlít hozzá. Ez ugyan a Zika vírus ellen volt, de az összetétele az RNS-nek ugyanolyan, mert pszudojuridin tartalmaz, és az a csomagolanyag, az a lipid, amiben bele lett csomagolva, az ugyanaz a cég gyártja, mint a ugyanannak a cégnek a információi alapján van gyártva, mint ami a Pfizer vakcina. Ami nagy jelentőségű volt, ez a 2017-ben megjelent cikk, hogy a majmokban is nagyon hatásos volt, nagyon kis mennyiségű RNS-t injektáltak az egérbe, a majmokba, és mikor az állatokat próbálták szikavírusra megfertőzni, az állatok nem fertőződtek meg. Ez nem régiben, Portugáliában ebben az évben februárban kapta egy nagy portugál díjat, ami az elmúlt évtized legfontosabb cikke. Ez az a cikk, Norbert volt az első szerző, és a Nature-ben jelent meg. Ez az elmúlt 10 év legfontosabb cikkének van ítélve. Ezért mi sem tétlenkedtünk a BioNTech-nél, ugye ez Norbert cikke, és sok más cikke is, ami az influenza, vírus ellen, valamint az HIV, a HIV vírus ellen is hasonló vakcinát készített, és állatmodelleken bebizonyítottak, hogy azok működnek, és hát mi sem tétlenkedtünk, úgyhogy ez egy másik Nature cikk, amely egy nagyon fontos újság, 2021-ben jelent meg, itt Gábor és én részt vettünk ez a, hogy hogyan lehetett kifejleszteni a
Pfizer-BioNTech vakcinát, és ez is a cipeje, ez egy, a Nature cipeje jelent meg, és hát ennek következtében végig kísérhetjük, és ha néztétek a televíziót, tudjátok, hogy januárban, 2020-ban, amikor először megtudtuk, hogy mi a vírusnak a szekvenciája, rövid időn belül elkészültek a vakcinát, a klinikai kipróbálás elkezdődött, és ha emlékeztek rá, decemberben már Magyarországon is, tehát ugyanazon év decemberében, tehát kevesebb mint egy év kellett ahhoz, hogy ez a vakcina elkészüljön. Természetesen az azért volt, mert a BioNTech és Pfizer már 2018-ban aláírta a szerződést, hogy kifejlesztünk közösen egy influenza elleni vakcinát, és ezek a kísérletek már nagyban folytak, és hát 2020-ban, amikor a Covid vírus megjelent, akkor átváltottunk a szekvenciával, és az RNS esetén ez csak a templát megváltoztatásra volt szükségeltetik ahhoz, hogy ez létrejöjjön. Hát így történt az, hogy 1961-ben felfedezték, hogy van egy messenger RNS, és 60 év kellett ahhoz, hogy az első messenger RNS FDA által, tehát az amerikai gyógyszerintézet által engedélyezett gyógyszeré váljon. Tehát 60 év volt később, tehát tavaly augusztusban ez gyógyszeré vált. És ez nagyon büszke vagyok, hogy fiatal kollégáimmal, Norbertel és Szabó Gáborral együtt mi is nagyban részesei voltunk ennek a munkának. És hát az itt lévő orvosok, mert néhányan itt vannak, nagyon köszönjük, hogy ők helytálltak, és hát ugye ők akkor is ápolták a helyi betegeket is, amikor még nem volt vakcina, és az életüket kockáztatták, hogy itt a lakosság egészséges maradjon, és hát mi azért, mi nem kockáztattuk az életünket, mi csak szorgalmasan dolgoztunk, és nagyon örülünk, hogy a vakcina ilyen hatásos lett, és örülök, hogy most velük együtt itt lehetek, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen Katinak ezt a nagyszerű, lebilincselő, és számunkra is, legalábbis a család történeti mindenképpen érthető, utána többé-kevésbé érthető előadását. A Kati munkásságáért már eddig is számos kitüntetésben és felismerésben részesült világszerte, de vannak még díjak, amelyek átvételre várnak, melyeket szűkebb magyarországi környezete ítélt meg neki. Következzen most ezek közül, a díjak közül néhánynak az átadása. A mai alkalmunkon elsőként egy civil díj átadására kerül sor, melynek átadására megkérném a mai nap szervezésében is jelentős részt vállaló Rácz Lajos. Megkérném, hogy ismertesse, hogy mi az a díj, illetve adjál ezt követően majd a díj. Drága Katika, kedves megjelentek barátaink, mindenki szeretettel köszöntök. Tóth József igazgató úr beszélt erről a civil díjról, amelyet most van szerencsém átadni Katikának. Egy néhány gondolat azért meg ismertetném, hogy miről is van szó. Azt köztudott, hogy Katika nagyon sok díjat kapott a világ minden táján a legmagasabbakat. És talán fel is vetődhet a kérdés, hogy most miért van erre szükség erre a jelentéktelennek tüntető kis díjacskára, mert hát tulajdonképpen annak az is a többieknek az értékéhez képest. Amikor mi ezt kitaláltuk, hogy létrehozzuk, olyan gondolat vezérel bennünket, hogy igaz, hogy Kati nagyon sok díjat kapott a különböző világ minden táján, mint ahogy mondtam, a legmagasabbakat is, még reméljük, hogy idén ősszel valóban a legmagasabbat is megkapja. De ezt mind a tudományos munkájáért kapta. Akkor gondoltunk arra, hogy a tudós mögött áll egy ember,
Egy ember, aki a mi, mondhatjuk úgy a testvérünk, a Földig, aki a viselkedésével, a megjelenésével, a riportokban való beszélgetés során soha nem felejti el azt, hogy kisújszállási. Talán olvastál is legutóbbi cikkemet a Kisbíróban, amikor éppen Mellnyi Marikával beszélgetnek Tókióban, és ott is szóba kerül a Marionek utca, a rendes üzlet. Tehát minden azok az egyszerű hétköznapi dolgok, amit ők ide kötik a városhoz. Ez nekünk nagyon tetszik, és gondolom a jelenlévők is egyetértenek abban, hogy ez annyira szép és annyira emberi tőle, hogy ezt megérdemelne egy olyan díjat, amit mi egyszerű emberek adunk neki. Felhívást is adtunk közben bizonyos csatornákon, és igen sokan jelezték azt, hogy támogatják ezt az elképzelésünket. Készítettünk egy albumot is, amelyben több mint 300-an adták a nevüket ahhoz, hogy kifejezik gratulációikat, és legalább 60 az a fő, aki valamilyen konkrét segítséget is adott ehhez a díj megvalósításához. Ez a díjat, amikor megvalósítottuk, már akkor is kiderült, hogy sokan vannak, akik egyébként ők maguk is szeretnének valami kedvességgel megköszönni azt a munkát. Már volt is rá példa, hogy igen, sokan át is adták. Mi ezzel egyet értettünk akkor, és kértük azt, hogy próbálják meg ezeket az ajándékokat úgy összeállítani, hogy valamilyen szinten ide kötődjön, vagy legyen személyes, ami a átadó emberhez kötődik, vagy pedig kisújszállási, vagy kunsági, vagy valami hasonló legyen, hogy azért ez még többet jelenthet annak az embernek, aki innen ebből a borból származott, mint egy Csukás Érzi István is írta. Ennek a apropójából olyan ötleten támad, hogy készítettünk egy olyan érmét, amely egy kunságra jellemző világ van a közepén, és akkor Kati szeretünk, civil díj, ezt a nevet adtuk neki. Azt hiszem, hogy ez talán elég egyedi. És annyira egyedi lesz ez, hogy soha többet senkinek nem adjuk ki. Tehát legfőbb abban, hogy a többi díj az még a Nobel-díjhoz képest is jó, mert azt is akár sok ember megkapja. Mi adjuk, és ez nekünk a szívünkben szól. Lehet, hogy ezek túl érzékenyen hangzanak, de a lényegben valóban ez. Ahhoz, hogy kivitelezzük ezt, felkértem én Györfi Sándor szobrász barátomat, akivel egyébként is nagyon jó kapcsolatban vagyok, hogy próbáljam neki találni valamit, hogy mégis mi legyen ebből ennek a kivitelezése, milyen legyen. És akkor kért, hogy küldjünk neki egy hímzett terítőt, és akkor ők akkor majd úgymond lekottáznak egy virágot, és akkor ez az a közepén, és akkor körbe felirat. Még meglepetésként készített is hozzá egy gyönyörű szép már a tartót is, és azt hiszem, hogy igazán elegáns lett ez a díj. Bár, mint mondta Sándor, konkrétan a magát az érmetemük tervezte, hanem a testvére, Györfi Erzsébet, de a műhelyében készült, együtt készítették, tehát tulajdonképpen ez egy közös munka lett. Ez a civil díj, amit most majd át fogunk adni. Mint mondtam, hogy közel 300-an adták hozzá a graduációjukat, és több mint 60 az, akik valamilyen szinten segítettek. Azért én egy pár nevet úgy ismertetnék, hogyha most megengednék, mert azért ők megérdemelnek ennyit. Kiemelném Mészáros Mihályné Marika és Kurusz Felézia szerepét ebbe a díjba, hiszen ők nagyon sokat tettek ahhoz, hogy ezzel a 300 személyen tulajdonképpen nagy részt majdnem személyesen is elvették a kapcsolatot.
készítettünk egy kis füzetalbumot, amelyben konkrétan lemásoltuk, hogy hogy fog kinézni majd az az átadandó oklevél tartó album, amit Katika megfogyásnak azok, akik részletek ennek a szervezésében, mert megvalósításnak hogy nincs ki. És ők ebből nyomtattunk, elég sok füzetet szétosztogatták, látták, hogy mi az, amire esetleg áldoztak, mert van, aki annyi áldozatot is adott, hogy készítjük, csináljuk, így fogjuk nézni, ezt fogjuk átadni. Tehát ő igazán méltóan álltak a kérdéshez. Szeretném még itt kiemelni Zsuzsa, Karikó Zsuzsa szerepét is, aki főleg a kapcsolattartást Traló meg Bézvalda testvére váltak, és igen jó ötleteket is adott valóban ezzel a megvalósítással kapcsolatban. Megemlíteném Dusa Béla fotoművész, szegedi fotoművész nevét, aki Kati kedvenc világcsendéletét, a Pipacsokat egyedik tényleges fotó, és hozzájárta ahhoz, hogy az album belső borítóján felhasználjuk ezt a képet. Szintén köszönetet mondom Stevanovics Zorán néz ki mondani, Kossuth Díjas énekes zenésznek, aki egy vers részletével, saját kézírásával írt be az albumba, és ezzel gratulál Katinak. Ugyanígy jó kívánságait írásban fejezte ki az albuma Dr. Tóthor Bajcibátyán is. Mint mondtam, a köszönetet jár a Kossuth Díjas Györfi Sándor barátunknak és testvérének az érejmény elkészítéséhez. Gyakorlatilag ez csak egy egyszerű közletet adunk, hogy hogy néz ki, és ők el is készítették ezt annak megfelelően. Szintén egy igen kedves ajándékkal lebébájnett Katita Margó hímzőkör, ők egy kisüzállási elismert kézimunkás művészek hölgyek. Főleg Majlát Antalének köszönhetünk egy szép díszpárnát, amit kihívezett. Ennek a párnának van egy története, azért azt elmondom. Ez is kapcsolódik kisüzállás, igen erősen, ugyanis 1990 Györfi István névrajzkutató, 1909-et mondtam, igen, jó, mint több mint 100 éve, kisújszálláson megtalálta ezt a párnát, ami eléggé leelviselt állapotban volt, meg kiderült, hogy már 150 éves. 1700-as évek elejéről számezik, akkor, amikor mi kisújszállásig idejöttünk a városon. Tehát annyira a népi emlék, hogy ezt akkor még az 1900-as években felújították, és be is került a Esztergomi Keresztény Múzeumba, és ezt a párnát lemásolta Majlát, és ez fog majd Katinak is egy ajándékként szerepelni. Reméljük, hogy a párnára hagyja a fejét, kisük szállásra lehozik. Egy ajándékot fog átadni Dr. Kenyeresné Leánes festőművész, aki szintén jelentetes kisvízszállási kokéból van egy pipacs, szintén pipacra van szó, nagyon szép pipacs csendéletet készített, és ezzel fog kereskedni. Ennek a kivitelezéséhez több karcagi támogató is hozzájárult. De láthatunk itt még több ajándékot is, Csoltajné Járnestől, Csatári Lajosnétől, hát tőlem is. Én ide is az egyik önnél rajzi kötetemet, mert csak egy bökre készítettem külön nyomatot is, szóval külön borítóval készítettem meg Katikának. Hát, ebben sok kisüzállási, főleg tanyasi élettel kapcsolatos képek is vannak, meg történetek. Talán majd ez hasznos lesz neki, meg kellene kedvesek. Szerepel még itt az ajándékot a Balog Károlyné, aki szép tojás együttest készített, akkor Mészáros Nimarika, egy csipke,
telítőt. Csótai Nagy Anna, szintén egy csipke komplet kompozíciót, Kovács Edith pedig egy ilyen bakbő figurát, ami szintén a kisviszanásra az erősegtetették. Úgyhogy én gyakorlatilag, ugye elmondtam, hogy mit akartam, már többet is írtam, de nem fogom itt felolvasni, mert olvasni nem tudok elérni. Úgyhogy szeretném azt, hogyha elkövetkező percek az a telének, hogy ezeket az ajándékokat átadjuk Katikának, és kérem azokat, akiknek a nevét elmondtam, hogy jöjjenek ide, legyenek kedvesek, és akkor ők fogják átadni a részükről származott díjakat. Elsőnek akkor én átadnám a Kati Szeretünk civil díjat. Másoknak is adtak már Széchenyi díj, a Semmelweis díj, a Bolyai díj, valamint a Szeged díj. Ez nem annyira egyedi. Nézzétek
Köszönöm szépen!
szépen ezzel a civil díj átadásának a rám eső része megtörtént. Átadom Tóth József úrnak a szót. Köszönöm. Illetve nagykonsági díjakhoz. A következő díjátadásra kerül sor. Jász-Nagykun-Szolnok megye közgyűlése 2021-ben egy díjat alapított, Jász-Nagykun-Szolnok megyei tisztpolgári díjat, melyet legelőször Karikó Katalinnak ítéltek oda 2021-ben. A személyes átvételre akkor nem volt lehetőség. Most fölkérném Kuba Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét, adja át ezt a díjat, hogy a Karikó Katalinnak. Tisztelt professzor asszony, kedves munkatársai, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt vendégek, kedves kisújszállásiak, és nem csak kisújszállásiak. Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat nevében tisztelettel köszöntöm ma önöket, és köszönöm szépen a lehetőséget Karikó Zsuzsának és Ászlós barátomnak, hogy a mai napon itt lehetek, és egy régen várt alkalomnak lehetnek önök is a szem és fültanúi, amikor a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés által alapított megye díszpolgárnak díjat elsőként professzor dr. Karikó Katalin itt érte oda a megyei önkormányzat közgyűlése, de ez az alkalom sajnos a tavalyi díszünnepség során nem tudott megvalósulni, és a mai napon hála Istennek megélhettük, és hála a védőoltásnak itt lehetünk, és sor kerülhet a díj átadására. Mint hogy az már kiderült, az elmúlt percekből nem üres kézzel érkeztem, és vele együtt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés és egész Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes lakosságának üdvözletét, szeretetét és köszönetét hozom. 2021-ben döntött úgy a megyei közgyűlés, hogy a szép számú megyei szakmai díjak és kitüntető címek mellől még hiányzik egy igazán nagy díj, és így alapítottuk meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye díszpolgára díjat, és itt értük oda az első alkalommal a már említett professzor dr. Karikó Katalinnak. Elsőként a tavalyi augusztus 20-ai államünnepséghez kötődően kerültek átadásra posztumusz a díjak, vagy bocsánat, a díj, és hát most ez az alkalom lesz arra, hogy a személyesen átadhatom professzor asszonynak. Az alapító rendelet így hangzik. Jász-Nagykun-Szolnok megye díszpolgára kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó, maradandó értéket teremtő munkájával, áldozatos tevékenységével vagy egész életművével elismerést vívott ki, példamutató emberi magatartásával hozzájárult a megye jó hírnevének öregítéséhez. Dr. Karikó Katalin professzor asszony kisújszállásról elszármazott, Nagykun gyökereit a mai napig aktívan és szeretettel ápoló, világhírű kutató biológus, biokémikus az a személy, akire teljes joggal büszke szülőföldje a Nagykunság. Egész Jász-Nagykun-Szolnok megye, Magyarország, és most már az egész világ is. A koronavírus világjárvány alatt professzor asszony nevét munkatársaival együtt az egész világ megismerte, hiszen csapatával együtt ő alkotta meg és szabadalmaztatta a szintetikus mRNA-s alapú vakcinák előállítására szükséges technológiát. Ezzel a gyógyulás reményét nyújtva több százmillió polgártársunknak. Sokan arról ismerik a kunokat, hogy konok. Az az álhatatos, szívós munka, amelyen professzor asszony kollégáival együtt dolgozott az egész emberiségért, azt is mutatja, hogy az az identitás, azok a gyökerek, amelyek a Jász-Nagykun-Szolnokban élő sajátjai, példaként szolgálnak az egész világban.
Tudjuk és látjuk, hogy a Föld minden részén elismeri Karikó Katalin tudományos munkáját. Mi is tudjuk, hogy a mai napig megmaradt annak a szerény, közvetlen és rendkívül intelligens embernek, akinek nagyon fontos a családja, Kisújszállás városa és az itt élők. Karikó Katalin, bár Amerikában és Németországban él, sosem felejtette el, hogy honnan indult. Mindig büszke volt gyökereire, és a mai napig segíti a tehetséges magyar fiatalokat, és ápolja a hazai kapcsolatait. Ez bizonyítja az is, hogy a 2010-es évek elején, ahogy ő mondja, a kisújji összetartozás szellemében hívta ki Amerikába dolgozni a két kiváló biológust, a szintén Jászlikon Szolnok megyei Kisújszállási Parti Robertet és Szabó Gábort. Nem tudnék nála érdemesebb szemét mondani a Jászlikon Szolnok megye díszpolgárkínra. Ezért büszkén adom most át Karikó Katalin professzorasszonynak az elismerést, ezzel adózva a tudományos munkássága és emberi példamutatása előtt. Jászlikon Szolnok megye díszpolgára 2021-ben a díj alapításának évében professzor dr. Karikó Katalin világhírű kutatóbiológus, biokémikus. Köszönöm. Országos döntős volt. Úgy döntött, és ebben engem kért meg közvetítőnek, hogy ezt az alkotását ajándékul felajánlja neked, amelyet mindannyiunk és a Csenge nevében is szeretettel adok át. Most neked kérlek fogok szeretni. Így most itt a
a lehetőség, és itt az alkalom ennek az interjúnak az elkészítésére, egyben arra, hogy a nagy közönség előtt tegye fel, vélhetően mindannyiunkat érdeklő kérdéseit. Kedves Kati, Norbi, Gábor, Erde Andor, erre a beszélgetésre kérnek most fel ennek. Tulajdonképpen köszöntök mindenkit. Én még ilyen bensőséges hangulatú és őszinte szeretet áradással még nem találkoztam ekkor a tömegben, úgyhogy egy kicsit meg is vagyok hatódva, elnézést kérek. Onnan lentről is annyira, hogy mondjam, csak átjött az a szeretet, amivel Katit és a kollégáit fogadta kisviszállás, hogy lehet, hogy megöregettem, de nekem könnyűnek szöktek a szemembe, tehát én bocsánatot kérek, még mindig a hatás alatt vagyok. Ahhoz képest is, hogy tulajdonképpen mint áldozat szerepelek ott a színpadon, mert két hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt fölhívtam Katit, hogy lenne hozzá egy kérésem, és szeretném a személyesen 15 percben előadni neki. Hát ez sikerült most, ő szervezte itt nekem, de a beszélgetésünk végén föl fogom tenni neki a kérdést, viselje ő az módiumát, és válaszolni úgy, ahogy gondolja maga. Most egyelőre viszont maradjunk annál, amivel ide csábítottak, pontosabban moderátor szerepre kényszerítenek, amit a legjobban utálok a világban, de valószínűleg Kati olvas bennem, és ezt tudja, hogy csak így lehet kényelmetlen helyzetbe hozni engem, hogy... Na jó. Először maradjunk annál a pillanatnál, amikor ez a bizonyos szeretetáradás itt számomra is kézzelfogható, tapítható volt, hogy ehhez hozzá lehet szólni. Tehát mi, és utána kérdem, hogy a fiatalok is mondják el, hogy mi erről a véleményük, mert ahogy láttam, a Norbertet is nagyon megfogta ez a pillanat. Tehát én nem is tudom, hogy ha élőben történik ez, akkor mi lesz az eredménye, de a Norbin láttam, hogy húha. A Katrinnak rossz fiatal, megint a Katrin lesz. Valószínűleg Japánban is ülejtetek ember. Nem akarnak kiadni, de a könnyeidre küzdöttél. Nem, Norbi? Nem, természetesen nem küzdöttem a könnyeidre, természetesen nagyon örülök, hogy itt vagyok, és nagyon sokan látok, akiket nem is ismerek, és ez az inkább azt mutatja, hogy... Én azt hittem az összes partit. Hát ez lehetetlen, mert akkor nem félni nekem. Nagyon sokan vagyunk ezen a környéken, és... Tényleg csak ennyit tudok mondani, köszönöm mindenkinek azt, hogy eljött és tiszteletét tette, és valóban ez nekem különösen jól esik, mert nem mondjam, hogy egy kis úszállásában dolgát vagyok, tehát a vakcin bejelentő kártyában a kis úszállási cím szerepel, úgyhogy hasonlóan rábólozni a Kati, azért is 1000 szálló kötődök, és amikor csak tudok, akkor jövök. Hozzátehetném azt, hogy amikor a verset hallottuk, és ugye vannak a hullámok, az óceán, és mégis a kert hátuljába veli meg a igazi hont, a Norbi is pontosan ilyen, ugye? Te is a itthon kisúszálláson a kertetekbe, amiközben iszod a kávét, rejtel is sétálsz, találod meg a otthont, ezt többször mondtad. Ha ezt hozzátettek egy szubjektív valamit, egy kicsit rólam is szóljon a műsor, hogy érdekes, én nagyon keveset álmodom, két dologgal szoktam ébredni, különös esetekben, az egyik a nagyapámnak zsolomány kertje. Tehát, hogy ott, és azt az illatot, és azt a hőmérsékletet, amit ott én nem csináltam nagyapám, de amit ott lehetett tapasztalni, az soha nem találom meg. Tehát ha egy hűvös, ligetes környezetben vagyok, azonnal azt keresem, és nem találom meg. Arra nem beszélve, hogy az illatok mi az, amiben ilyen hosszú és mit tesznek a kovászosok voltában? A kapor, a közmérte és a nem tudom micsoda. Olyan félelmetes egyre legyen volt, hogy az csoda.
De hát egy olyan személynek, aki te mondtad, kétszer utaztak körbe a földet az elmúlt években, szerintem csak az odafelé számoltak. Mit kell feladni azért? A családodnal találkozom? Nem, hát... Zsuzsa kivételő. Nem, hát ugye én 40 évig nem kaptam díjat, és többször úgy nyilatkoztam, nagyon-nagyon boldog voltam, anélkül is, mert hát a siker az a laboratóriumban volt, kívülről látszott az, hogy nem vagyok sikeres, mert nem lépek elő a ranglétlán, vagy ilyesmi. De most, hogy díjakat kaptam, hát megpróbálom az, hogy a reflektorfény rajtunkban megpróbálom felhasználni arra, hogy az embereket tájékoztassuk arra, hogy mit is csinál egy biológus, hogy jobban megértsék. Tehát az újságírók segítségével próbálok egyszerűbb szavakat találni, de azért már nem sikerült annyira az ellenesnél, de mindegy. Ez csak az egyszerűen tovább. Tovább. Nem értettek. De helyett. Jó. Tehát, hogy segítsük, hogy az embereket hogy jobban megismerjék, hogy mit csinálnak a tudományban, valamint arra, hogy ugye a nők szerepe, ez is próbálom meg fölhívni a figyelmet, különösen Japánban, ahol mindenki férfi volt, a nők csak a teát hozták be, és nem volt kutató, és akkor, hogy hogyan lehet ezt megváltoztatni, és hát ezek ötletelek másoknak. Jó, hogy ez nem egyszerűen csak fürdőzés a szeretetben, a népszerűségben és a fényben. Nem, ez reggeltől este riport, meg szól, meg előadásokat tartani, de amikor riporterekkel beszélek, akkor erre próbálok koncentrálni. Nem az, hogy most fölvegyem a negyediket, a harmadikat is úgy lett, hanem az, hogy tájékoztassuk az embereket. Nem van ez még vissza a laboratóriumban? Hát én 58 éves koromig én saját kezemmel végeztem a kísérleteket ugyanon, és hát mások meg tudják ezt csinálni, és különben is a Gábor mellett ott van egy biztos állandóan, egyszerűen, de ott csinálja, tehát hogy azt már tudja, hogy milyen, amikor mellette dolgoztam, hogy mindig mondta, hát így, meg úgy, és hát meg tudják ők is csinálni. Hát csak annyit tennék hozzá, hogy valóban így van, és ez nagyon-nagyon ritka, hogy és abból adódott, hogy nem olyan ütemben lépett előre Kati a tudományos ranglétrán, mint az megérdemelt lett volna. Ez nagyon ritka, hogy valaki még akár 50-es éveiben és a laborban dolgozik, és ennek volt betudható az is, hogy teljesen biztos volt mindig mindenben, nyugodtan lepublikált, mindenki saját kezünket csinálta meg, és az egy nagyon nehéz, de rendkívül jó időszak volt ettől függetlenül, amikor két évig együtt dolgoztunk, mert valóban így volt, hogy egymás mellett dolgoztunk teljes mértékben, válunk vetve, és mindig nem tudtunk beszélni, ezért nem is szokott működni már egy idő után, hanem hogyha valakinek önálló laboratóriuma van, főleg, hogyha sok ember dolgozik a laborban, akkor mondjuk egy óra hosszájában, vagy egy fél órájában minden egyes emberére egy héten, ez a mi esetünkben nem így volt, hanem gyakorlatilag több órát töltöttünk együtt minden egyes nap. Kísérleteket csináltunk, utána megbeszéltük, rengeteg beszéltünk a szakirodalomról, szóval az egy nagyon-nagyon jó időszak volt, 2011 és 2013 között. Ha hozzátegyek valamit, ugye lehet, ahogy mondta Kati, már nem úgy dolgozom, hogy mellettem áll a laborban, de amilyen kérdéseket feltesz, az biztos vagyok benne, csinálok, azt egész pontosan tudja, hogy mi történik ott a laborban. És a kérdések mind úgy hangzanak el, hogy akár ott is lehetett volna. Gábor meg az első kérdést akkor tettem föl, amikor Mainzba együtt mentünk át a parkba, és ugye valamikor 60-as években ilyen indiai papagájokat valaki elengedett, és azok ott elszaporodtak. Na, és megyünk, és akkor a papagájok mennek ott fölöttük, azt mondtam neki, Gábor, láttad? Zöld madár, nem láttam. Megyünk tovább. Ne kérdezzek meg, hogy kerülnek ide. Mert ugye a kutatónak ilyetem kell lenni, és még hozzátenném az én tudományos előmenetelemre, többször megemlítettem, hogy olyan volt, mint a csárdás. Állandóan mozgok, de előre nem haladok.
akkor érezted, hogy ez így van? Hogyne, hát hogyha lefokoznak, meg akkor nyilván tudja az ember, hogy nem. Hát nem sikerül, nem, de ez senki, nem más emberek hibája, egyszerűen nem hozott be a pénzt, ha nincs pénz, akkor nincs labor, nincs hely, mert más megnyeri a pályázatot, és annak kell a ilyen. Most már megkaptad a kunimát, tehát ilyen helyzetekben tudnál kunimát adni magam. Először megtanulom, hogy eljöttek. Hazani. De akkor mi a család? Vagy a... Hát én magam láttam, hogy jobbak lesznek az eredmények, nem? Hát állandóan egyre több fehérje keletkezett az RNS-ről. Norbival elkezdtünk különböző csomagolóanyagokat tesztelni, Norbi akarta vakcinát fejleszteni, és akkor hát, próbálkozom mindig látni, lépünk előre, akkor már az én pályám volt olyan, hogy én engem nem, tehát én nem kaptam soha pályázati díjat, nem kaptam előmenetet, tehát én, ugye Norbi már saját laborja, hogy mindent megtett, már ő elért, amit én sosem. Szóval szóval találkozni. Ez nyilván az időzítés miatt volt, tehát nagyon gyakori szinte teljesen nyilvánvaló, amikor valami olyan felfedezés történik a tudományban, ami mondjuk messze megelőzi a korát, és váratlan, aztán nagyon szokta a tudományos közösség olyan gyorsan elhívni, és tulajdonképpen ugyanez történt az RNS esetében is. Nekem az volt az óriási mázlom, hogy amikor csatlakoztam Katihoz, akkor még volt mit felfedezni, de igazából egy-két nagyon fontos kérdésre meg volt a válasz, és utána néhány éven belül tulajdonképpen a maradék fő problémákat is megoldottuk. Úgyhogy ez jókor is voltam jó időben, amellett, hogy nyilván nagyon sokat dolgoztunk. Egyébként csak még egy mondat az Abram Hershkóval, aki szintén Nobel-díjas karszavi származású izraeli kutató, vele volt kétszer is lehetőségem beszélgetni, és tulajdonképpen nagyon hasonlóan járt. Tehát amilyen ő kapta a Nobel-díjat, az 1961-ben ő fedezte fel, és egy nagyon béna cikk, vagy egy önökő cikk, egy béna újságban, éppen a kis kegyedben is megjelenhetett volna, körülbelül annyian figyeltek rá, és ő ezt mesélte. És pontosan azért történt, mert egyszerűen nem akarták elhívni. Itt is ugyanerről volt szó, hogy nem akart elhívni. A tudományos közösségnek egy nagyon jelentős része sem, hogy az RNS-nek bármikor használható lesz esetleg humán terápiára. És még akkor is nehezen hitték, de egy csomó ember, amikor már ténylegesen lepublikáltuk az adatokat, minden ismételhető volt, és egyszerűen nagyon konzervatív a kutatók is, akármilyen furcsa. És hát ez nem utána a bélyegét, hogy akkor nagyon-nagyon kellett, hogy 25-30 évig kitartásra találkozunk a 30 évig. De ez a tudomány természete. Talán ezek a kutatók csak tették fel a kérdést, hogy mit keresett az a zöld madár. Jó, egyszer menjünk a ligetbe, és ott akkor nem fogom kérdezni. Hogy kerüljük rá, ennyire én nagyon szívesen átadnám a szót a közönségnek, tehát biztos vagyok benne, hogy egy csomó olyan kérdés van mindenkinek a tarsajában, amit nagyon szívesen megkérdeznek Katitól, úgyhogy tegye föl bátran. Tud tanár, hogy nem kérdezem? Én most elmondom az én kérdésemet, jó? Én befejeztem egy filmet május 4-én, 3 hónap után Szentpoltáron. És másnap reggel jutott eszembe, hogy most az egy játékfilm. És nem próbáltam soha a dokumentumfilmet, vagy portréfilmet forgatni. Arra gondoltam, hogy mi lenne akkor, hogy mintha kisújszállási, vagy négy kisújszállási, egy másik kisújszállásról csinálni. Egy egyórás dokumentumfilmet,
Aztán délelőtt sajnos már kiderült, hogy egy Kati című dokumentumfilmet forgattak, egy Katinka című filmet forgattak. Nem, azt a hosszokat, ami egy sokkal jobb lenne, ezt akarom mondani. Nem, megvan a címe, szeretünk kapni. Tehát ezt áll Istennek a Rász Vajosét, ezt majd gondolom, megjegyezünk a jobban. Hogy mi lenne akkor, hogyha ezzel a gondolattal ebédálnék, gondoltam négy szem közt, kötve valami szerződés valakihez, valamilyen médiumhoz, médiához, valakinek ígértél a valamit? Tehát jelenleg már játékfilmet forgatnak, de dokumentumfilm tekintetében csak azok esetében nem vehetek részt, hogyha exkluzivitás aláér. Tehát, hogyha ha nincs exkluzivitás, de megvan a pénzed arra, hogy mi legyen, akkor nem kell, tehát nem kell aláírni, hogy csak neked, akkor mások csinálnak dokumentumfilmet. Jó. Az jó lesz? Oké. Jó, azt hittem nehezebb lesz. Ki fogja a kérdékfilmet? Többen is. Magyarország? Nem. Netflix, HBO. El kell mondanom annulról, mert te nem lettél eléggé bemutatva, hogy Sürgős Iza barátné fölhívott egyszer, hogy te, Kati, itt Hollywoodban hirdetnek egy nagy bemutató, híres rendező, és ki van írva, hogy a Szilágyi Andor. Te, ez a mi Andorunk? A rendező mi Andorunk, és a film címe pedig Szeretünk Kati. Sok tanulban. Jó. Azt hittem, hogy nehezebb lesz. Mindenesetre köszönöm szépen, akkor erről beszélünk. Hogy lehet egy szakmai barátság, hogy nem bomlik meg féltékenység, irigység, miatt? Ugye nem szeretnék árnyat venni, tehát éppen az én kollégáimat, fiatalok, ők a jövő, tehát segítem őket, és hát örömmel és büszkeséggel töltem minden alkalommal, amilyen sikereket elérnek. És hát egymás között is hát kosutosok voltak, mi aranyosak, de megyünk. A kosutosok, igen. És mi aranyosak is, hogy aranyosak vagyunk. És hát egy közös az ügy az nem az, hogy előre előléptessenek, meg rang, meg minden, hanem az, hogy megismerjük azt, hogy amit csinálunk, az hogy is lehetne szebben, jobban csinálni, és az ügy az közös. Jó, csak a nagy gyakorlatban az nem így szokott lenni, hanem egy idő után... De hát egy kis ügyet összefogunk. Kis ügyet, aki ezt akartam ismerjük egymás családjait, köztünk fel sem merült ilyen dolog, hogy esetleg szakmai féltékenység és hasonlók, de általánosságon véve is ez az egy abszolút kifizetődő dolog, hogyha az ember megpróbál a kutatótársaival, mert gondolom ez kiterjeszthető embertársaival, és minden nem tudom lenni. Természetesen a józan ész keretein belül, de ha mindenki érzi azt, hogy valamihez ő is hozzátett, és valamiben ő is nagyon fontos szerepet játszott, és nem sajátítjuk ki magunknak, hogy ezek csak mi voltunk, akkor igazából minden sokkal jobban fog haladni a közös munka is. Erről majd a portré filmről beszéljünk, mert ehhez egyrészt kell egy olyan emberi
szabadság, hogy, hogy a fiatalokat magad mellével segíts, velük olyan kapcsolatba kerülj, olyan viszony, olyan szakmai viszony teremts, ami, ami egy pillanatig nem inog meg a hármas vagy a kettős kapcsolat. Tehát ez, ez nem, nem gyakran nem szokott lenni. A legkisebb közösséget is szétbontja egy idő után. Miért nem engem hívnak, miért nem én publikáltam, miért az én eredményem, stb. 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 De hála Istennek, amit csinálok, vagy nem is volt ilyen. Ez tényleg a publikáció esetén nagyon könnyen kivéthető, és mindenki, aki hozzájárul, az természetesen társszerző, ez teljesen egyértelmű. Csak egy jó példát mondjak, mi tételezzük fel, a birkapörköltet főzünk, az itt elég gyakran megesik, és akkor most miért, sokszor jó az, hogy ezt többen tesszük, és akkor nyilvánvaló, hogy van az egész folyamatnak egy vezére, és aki az egészére a felelősséget vállalja, de ettől függetlenül ezt meg lehet tenni mindig többen is, és akkor az egyik összedarabolja, egyik levágja a birkát, a másik összedarabolja, a harmadik az a tüzet intézi, a negyedik az megfőzi, és akkor a végén közösen örülünk. Igen, a kapcsolódó a kérdésedhez azért azt mondom, elmondod, hogy egymás között nem, vagy hármunk között nem, de megtapasztaltuk azt a másik oldalt is, amikor úgy a publikáció vagy a féltékenységből azoknak áldozatai lehetünk, hogy jó magam az biztos állíthatom. És az a tapasztalás, amit pedig Kati mellett láthatunk, hogy ezek nem csak, amit Norbi is most mondott, ezek nem csak szavak, hogy segíteni kell egymásnak, és nagyon nagyoknak kell lenni a tudományos együttműködésben, hanem amikor ezt az elvet hallom, és utána látom, amit például Kati csinál, akkor válik egyértelmű, hogy ezt így is lehet csinálni. És nem biztos, hogy ez az a következménye, hogy ezt a megelőző féltékenységet akár másik kollégával ezt feloldja, de azt tudom, hogy ha én így viselkedek, akkor számomra jó lesz, és látom a Kati jelenet, hogy ez az idővel, ez fog, ami megnyitott. Gábor és Norbi, hajlandóak vagytok ebben a filmben szerepelni? Köszönöm szépen. Én részemről megtudtam mindent, amivel utaztam, jöttem. Én bezártam, nyilvánítanám a beszélgetést. A közönség nem lenne valamire kíváncsi. Tessék! Vágyhölgyen, de szintén én kisújszállásitól kérdezném, egyrészt mint professzortól, másrészt mint Katitól, hogy ha valaki óriási dolgot, az egész emberiséget érintő dolgot felfedez, akkor ugye annak nagyon sok, de nem látható késői következménye van, olyan, ami abból, mint egy magból kicsirázó egész más tudományterületekre ható dolog. Tehát például az ember rajta felejti a kulcsot a röntgen filmen, amikor a sugarat kapja és ott marad a kulcsnak a nyoma, ehhez képest ugye hogy áll a radiológiai diagnosztika. Tehát a kérdésem az lenne, hogy ritkán kérdezik meg magát a tudóst, hogyha ő a konkrét kutatáson túl a távoli jövőben néz egyrészt nem csak mint tudós, hanem mint álmodozó, vagy hogyha a szifire gondolunk, akkor mit gondolsz, hogy milyen olyan következményei lehetnek technológiai újításának, ennek a felfedezésének, amit esetleg ma még nem látunk, vagy például egy konkrétabb kérdés is a kérdésem belül, hogy ezzel ugye a vírus tüskefehérjéjét legyártva kiváltatjuk az embernek az immunválástát. Lehet-e ezzel a technológiával valami olyan egyebet is legyártatni sejtekkel, ami gyógyszer hatásokat, gyógyszerektől mentesítheti az illető szervezetét, akár átmenetileg, akár hosszú távon, vagy lehet-e akár kis komplet gyárakat legyártatni, ami utána eltűnik a szervezetből, miután a feladatát megcsinálta, vagy ha nem konkrét kérdés, akkor mi az a szikirés, amihez ez az egész szerintet vezethet, szerintetek vezet? Hát megmondom neked, már én nekem, amikor elkezdtem 89-90-ben beszélgetést készíteni, most való vissza
hallgatóktól, hogy én azt mondtam az egyik sebésznek, hogy fölösleges azt neked tanulnod, mire befejezed addigra erre ezt minden problémát megoldtuk. Nem tudom, hogy ilyeneket mondtam, de minden esetre én láttam, hogy majd az embereknek a hűtőjében, mély hűtőjében ott lesz az RNS, és hogyha szükségük van, fáj valami, vagy sebb van, megérheti a kezét a konyhába, akkor kiveszi azt az RNS-t, amivel ha oda teszi a sebbre, akkor ott elkészül a fehérje, és azzal sokkal gyorsabban meggyógyul. Sok ember azt gondolta, hogy most került először az emberek szervezetébe RNS, hogy a vakcinát megkapták, de több mint két évvel korábban már a módosított RNS-t az AstraZeneca a Modernával együtt szívelek elégtelenségre használta, és megindult a klinikai kipróbálása, ahol a szívbe egy olyan messenger RNS-t injektáltak, amelyekről elkészült fehérje segítette, hogy új vélemények képződjenek a szívbe, és ezáltal a szívnek a kapacitása megnőtt. Ennek a kísérleti sorozatnak már a második fázisa is befejeződött jó eredménnyel. Tehát különböző más alkalmazások, tehát az egyik például az ellenanyag, amit ugye különböző rákos betegek esetében adnak be, de azok $10,000 árba is felfoghatnak, tehát Magyarországon is nagyon limitált, mert nagyon drága, és ezeket például a BioNTech-nél jelenleg is messenger RNS-ként adjuk be, de ez még csak klinikai fázis, egyes fázis kipróbálás alatt van. A messenger RNS-ről a fehérjét a szervezetünk, a beteg szervezete készíti el. Ezáltal sokkal olcsóbb, ugyanis a fehérjét termékek azért drágák, mert a tisztítása az nagyon komplikált, tehát nem kell tisztítani, hogyha mi saját magunk meg elkészítjük. És hát ezekből nagyon-nagyon sok, nem csak a vakcinákra, mert van jelenleg már a HIV, van HIV egyre, aztán különböző légúti betegségekre, vírusokra, RSV, CMV, más vírusok ezek, és azokra is megindult a klinikai kipróbáláson, ami már harmadik fázisban van. Vannak a malária ellen, ami nem vírus, hanem egy parazita, az ellen is a humán kipróbálás nem indult be, de állatkísérletek sorozata van, de nem indult még. És vannak baktériális, tehát ugye az RNS az fehérjét kódol, a baktérium felszínén cukormolekulák vannak, de amikor bejut a baktérium a sejten belül, mint például a TBC esetén, ez a tuberkulózis okozó baktérium, ezek ellen is próbálnak kifejleszteni vakcinát, RNS alapú vakcinát. És hát a másik siker volt nemrégiben, tavaly, amikor genetikai betegségben szenvedő embereket, akiknek a májában a máj sejtjeik készítettek egy toxikus fehérjét, és ez a diagnózis után 5 évvel egy ilyen beteg általában már meghalt, és akkor ezt egy olyan messenger RNS-t készített egy amerikai cég, hogy egy segéd RNS, ami megmutatja, hogy hova kell menni a génhez, ahol ez a hiba van, ez a RNS-től elkészült fehérje, fölismeri, hogy hol is van az a hiba, és azt ott elvágja a DNS részt, és ezáltal nem képződik róla ilyen toxikus fehérje, és három beteget már így meggyógyítottak. Egyetlen injekcióval meggyógyítottak. Jelenleg az a limitáció, hogy a legtöbb eset az így RNS, becsomagolt RNS-t, az csak a májukat tudják bevinni, de kísérletek mutatják már, hogy lépve is például a BioNTech-nél a vénában beadott ilyen RNS, becsomagolt RNS molekulák, azok a lépve mehetnek, bemenek a tüdőbe, tehát lehet különböző helyekre elküldeni azt az RNS-t, és ez a jövő, ugye ebben megegyezünk. A jövő az, hogy hogyan tudod bizonyos helyre elküldeni azt az RNS-t, ezáltal kevés lesz a mellékhatás, kevesebb RNS elegendő, mert oda megy, ahol változtatást tud csinálni. És most a legújabb ugye, hogy a csontvelőbe küldeni azoknak, akiknek olyan genetikai betegségük van, ahol a csontvelőben lévő sejteket kellene megváltoztatni. Tehát ez a jövő, ez már ma.
Köszönöm szépen. De csak mi ketten tudjuk, hogy kisújszállás, hogy hol van az a gesztenyefa, amelyikben piros a világ. Egyet után még Norbi hazajött és lefényképezte. Szeretnének keresztül és gyógyszerható anyám bevitelére. Alkalmas ez a technika? Tehát én most gondolok, ugye, hogy a népesség nagyon nagy része szed vércukorcsökkentő gyógyszer, vérnyomás csökkentő és stb. Hogy már hát ezt tudom, hogy fehérje és valamit kötni kell hozzá, de hogy alkalmas-e, és utána megkérhetnénk Kati, hogy pár szót meséljen a kis unokáról. Köszönjük! Akkor úgy összük meg az állat, hogy olvas, hogy én elmondtam ezeket a gondolatokat, mert azt gondolom, hogy egyetlen fontos Kati, de hiszen azok akárcsak mi látok hozzá. Ahogy Kati mondta, azt az érdemes megérteni ezen terápiával kapcsolatban, hogy az, ami a gyógyszer, vagy ez a hatást gyakorolja, az egész pontosan az a fehérje, ami lefordítódik erről az anyagról, amit beviszünk. Ahhoz, hogy most hogyan gyógyítjuk a betegségeket, ahhoz azt a potenciált, amit képviseli ez a technológia, egész a betegséget kell megérteni, vagy kell máshogy megérteni. Természetesen arra is van lehetőség, hogy fehérjéhez kapcsolatban kerülnek be ezek az anyagok, de hogyha a problémákat a hatásmechanizmusoknak az alapján feltárjuk, megértjük és megtaláljuk azt a pontot, amit érdemes módosítani, vagy aminek a módosításával el lehet ezt érni, akkor nem arra van szükség, hogy azokat a gyógyszereket, nem fehérjé típusú anyagokat juttassuk be, keringésben, hanem a problémát teljesen más módon fogjuk tudni megoldani. De annak ellenére természetesen kapcsolt, tehát el lehet érni azt, hogy esetleg ennek az anyagnak a képződését, amit gyógyszerrel juttatunk be, azt, mint például az inzulin, de az egész pontosan meg lehetne oldani fehérjében is, vagyis fehérjeként a messenger RNA-ből. De ugye ennek a szabályozása összetettebb annál nincsen, hogy csak bejutatok valamit, az sokkal finomabban kellene ezt angolni tudni, és nem ez a fő célpontja a terápia fejlesztésnek, de hogy magas vérnyomás is szokva került, ott is vannak olyan útvonalak, amiknek a módosítására lehetőségünk nyílik. Most még ezt hozzátenném azt, hogy el kell képzelni azt, hogy például, ha egy nagyobb és nagyobb létrát veszünk, egyre magasabbra mehetünk, de a holdig azért csak nem jutunk el. Tehát ugyanúgy van, amit beszélünk, hogy a gyertyát, nagyobb kanócot, de mégis egy más technológia kell, hogy még jobban lássuk, tehát egy villany kell bevezetni, vagy egyébként. Tehát máshogy kell megközelíteni. Tehát nem lehet valami megélő technikát tovább vinni, hogy na most akkor, nem tudom, bevisszük ezzel a módszerrel, megállapítva, hogy mi a oka a betegségnek, és hogyha van benne fehérje, vagy az ellenes kódolhat. Nem, és hát az unokámat azt sajnos csak így komputeren látom, ha Skype nagymama vagyunk, úgyhogy túl sokat nem tudok mondani. Ügyes, okos, hát most ugye hallatlan, ő még nem tudja, ugye, hogy az anyuka, ugye az mégiscsak többszörös olimpiai bajnok, a nagymama is ugye kitett magáért, és most mi vár rá, szóval az nagy stressz a kérdésem,
szakemberek, mondjuk egy hírépítő mérnök, vagy egy boltiradó, hogy lehet ezt fölgolgozni? Egyáltalán foglalkozom ezzel, hogy lehet ezzel túlépni, és milyen hatással van az emberi kapcsolataimra, hogy talán tudsz-e bízni az emberekben, hogy vannak ilyenek is, és hogy milyen. Tehát azért mondom, hogy én mindig válaszolok mindenkinek, nem az, hogy megvédjelek tényleg, mert elég szüksége, hanem hogy a másik oldalt is nézzük meg. Tehát olyasmiben nem is van forrás egy, amihez nem értik a tár. Hogy mi lesz 5 vagy 10 év múlva, ugye a vágódja a tilához kapcsolatba, igen, meg kell nézni, de hát ki tudja még azt, hogy mi. És minden ember más, tehát gondolom, hogy másképp hat rá a vakcina is, és én két kínai és végleg fájdalmatás után mondhatom, hogy semmi problémám nem volt. Úgyhogy ezt szeretném kérdezni, hogy milyen hatással vannak ezek a kritikák és megjegyzések. Hozzáteszem még a vakcinálatot, hogy nyilvánvalóan, hogy minden orvosi beavatkozásnak mindegyiknek, minden van mellékhatása. És mivel a vakcinában van egy immunstimuláló anyag, azért tud hatni, de ha az ember szervezetében valamilyen folyamat megy végbe, ami ez az immunstimuláció lehet kedvező is, ugye itt hallottam, hogy akinek a Parkinsonja elmúlt, kaptam jelentést arról, meg ő meg cikkekben is megjelent, akinek a rákja eltűnt, akinek a szemölcse eltűnt, és vannak, akinek éppen valamilyen olyan folyamat megy a végbe a szervezetét, amiről esetleg nem volt még szintomája, de arra ráerősít, és akkor előjön egy izületi fájdalom, vagy egy. Utána, amikor eltelik néhány nap, az immun aktiválás után egy immun lenyomás van, egy ilyen szupresszió van, és ennek is lehet jó hatása. Például ugye a női klinikáról jelentették, hogy azok, akik már régen gyermeket akartak, a második vakcina után ez összejött, és nem a vakcinától, hanem ők természetes módon, és ugyanakkor ilyen immunszupresszált állapot mások esetében pedig a szervezetükben élő vírus, mint ami az övsömöt okozza, az immunszupresszió miatt előjött. Tehát lehet kedvező vagy kedvezőtlen hatása attól függ, hogy milyen folyamatok mennek valakinek a szervezetében. De van, akinek nem lett ízületi fájdalma, a másiknak meg lett. Szóval természetes, hogy van mellékhatás, csak nem beszéltünk erről annyit. De hogyha ugye nyilvánvalóan most a szélsőséges megjegyzések, vagy akármilyen kérdés, vagy valaki olyan tesz fel, amiben már a válasz is benne van, én nem foglalkozom vele. Tehát sokan nem válaszol, te sem töltsd az idődet, fölösleges. Tehát azért, hogy Berzik bátyámmal hajdalán ugye hallgattuk, meg olvastuk végig a Selye munkáit, és hát ebből levontam azt a következtetést, és úgy próbáltam élni, hogy ugye a Selye azt mondta, hogy a stressz az megölhet. Selye János a 30-as években vezette persze szót, hogy stressz. Azelőtt csak a fizikában volt, de most ugye az emberi érzésekre is. És azt mondta, hogy a stressz az megölhet, de nem azért maga a stressz miatt, hanem ahogy azt kezeled. És azt is mondtam, hogy a stressz az kell, mert ugye az öröm, a izgatottság, hogy ma majd összejövünk, akkor mindenki gyorsabban fölkelt reggel, arra gondolt, hogy majd itt lesz, és ez jó. Tehát egy jó stressz, az kell. Tehát hogy fogod a rossz stresszből jót csinálni? Hát erről van szó. Ezt kell gyakorolni. És akkor ugye, ha jár nektek a Le Monde, ma középen benne van egy cikk, most, amit Franciaországban készítettek velem, és az úgy kezdődik, hogy nem lennék itt, ha, és ez egy a vasárnapi, a vasárnapi újság közepében mindig van egy ilyen cím, és riportot készítenek, és nekünk kellett befejezni a mondatot. És azt mondtam, nem lennék itt, mármint, hogy nem tartanék itt a munkánkban, meg a híres embereket kérnek, ha nem bocsátották volna el jó néhányszor az állásokból, így fejeztem be. Ezt majd előre meg kellett mondanom, és akkor mondtam a férjemnek, neki az volt az ötlete, hogy nem lenne ilyen nagyszerű férjem. Így akartam.
de aztán a riporter az mind a kettőben meg volt elégedve, de azt mondta, maradjuk csak az elsőnél, és akkor el kellett mondani. A lényeg az volt azon, hogy igen, elküldtek. Nem mentem volna el, hogyha Magyarországra, Szegedről nem küldenek el. És ugye Amerikában is elküldtek, nem is egyszer. És hát ha egy évvel, 9 évvel ezelőtt valójában ugye a agysebészet klinika igazgatója nem mondja azt, hogy onnan pakolják most ki, és az állatház mellett ott a egérketercsek mellett mondta, hogy ott lehetek, és ugye hát nyilván kimentem az ajtón, akkor most nem lenne BioNTech-Pfizer vakcina. Tehát mindig az a fontos, nem az, hogy téged elküldenek, egy pillanat is gondolkozzál azon, hogy miért engem, mert mindig, ha körbenézem, mindig találsz, nem látok, nézek most, hogy mindig találsz valakit, akit inkább el lehetne küldeni, és akkor az emberek sírdogálni, meg másokat okolni, ezt mind, ha már erre energiát fektettél, akkor már hazagoltad az energiát. Az összes energiát, megvan a döntés, menni kell, arra kell koncentrálni, mi a következő lépés. Az rajta múlik. És ne engedd meg, hogy a sors, meg a egyéb dolgok determináljanak. Tehát ez volt az egész cikknek a üzenete, hogy nem azt számít, hogy milyen dolgok történnek, hogy most elküldenek az állásokból. Ugye, mint a lábornak mondtam ezt, ugye, hogy egyik ajtó bezárul, a másik kinyílik, és azt mondta, hogy ez egy Dacia reklám volt. Mi a következő lépés. És én nem lettem volna ott, ugye azzal kezdődik a cikk, hogy Harikó Katalin már 67 éves, soha nem járt Párizsba, most eljött, és fölveszi egyik héten a Grand Medallt, amit egy évben egyet adott a francia tudományosokat ír, a másik héten fölveszi a L'Oréal, UNESCO, North America díjat. Ugye, és hogy itt se volt, és most csak így járogat, és hát ezzel kezdődött az egész, hogy ugye felszedegetem ezeket a díjakat, és akkor hogy nem is hallottunk róla, és akkor most hirtelen itt Peróban, és akkor erről szólt az egész, hogy egy üzenetet adjuk, hogy nem azt számít, hogy mit történik veled, hanem hogy te milyen döntéseket hozol, úgyhogy ez volt ennek a cím, ha nem jár a lőmor nektek. Térde és próbál segíteni. Egész pontosan az történt, hogy amikor találkoztunk 2014-ben, akkor invitált több messzecseremessel kapcsolatos munkába, és elmondtam, hogy én akkor a klinikán dolgozom, és megtecsülnek, és a főnököm szeret és segít, és azt ajánlott, hogy csak ennyi, ami átlátod, akkor felhívja a főnökömet, hogy rúgjon ki. Ezt nem tette meg, és nem is tudta ki, de teljesen mások önösek. Ezért érkezett meg Gábor 4 évvel később. Kedves Katika, Gábor és Norbi, én a RNS technológia ugye nagyon új utokat nyit, meg ajtókat, mint a társadalomban. Hogy éreztünk-e a gyógyszertárak, vagy gyógygyártóknak a féltékenységét, esetleg gáncsoskodását, mert sajnos nagyon sok magyar találmány így tűnt el a sülyeztőben, de úgy lejszik, hogy nálatok, gondolom a házatok mögött nagyon sokkal nagyobb hatalomban, ahol most itt dolgoztok, de remélhetőleg ez a technológia tovább fogja bővíteni a betegségek elleni küzdelmet. Vakcinák területén, meg egyéb terápiás területeken is ezt a technológiát alkalmazni fogják, azt megint nem kell különösebben tartani, hogy
azt a dicsőséget, amit mondjuk akár a Kati, vagy ő dolgozott megérte. A publikációk, egy vezérlőtudomány, mert a publikációk azok általában tulajdonképpen gyönyörűen jelölik, hogy ki mit csinált, és hogyha valaki ezt megnézi, akkor ott egy tiszta sor van, tehát nem gondoljuk, hogy egyébként sem bármit állottak tőle, és hát nem is gondolom azt, hogy ez szóval történik, hogy ilyen probléma nem fényegetett. Én talán éppen fordítva, hogy a gyógyszergyártók is rájönnek, hogy ez a jövő, és inkább azokban veszik be, akiket ehhez értenek. Már olyan szempontból veszik be, hogy mindenképpen meg akarják szerezni őket, dolgozókat. Megvan, 800 forintos benzin. Ezt tudira tudom mondani, a többit nem, majd tájékoztat, ugye Magyarországon is figyelik, hogy változtat. Az oltással kapcsolatban. Igen, nyilván itt a kérdés az lényegesen összetettem, most lehetne mondani, hogy biztos mindenképpen beoltani, nem kell beoltani. Tehát ez egy, de a kérdés az oda vonatkozik, mint esetleg az összes többi vakcinánál is, hogyha jelen lesz a vírus, és nagy számban jelen lesz, és olyan törzsek, amik olyan fertőzéseket okozhatnak, amelyek komolyabb mellékhatásokkal vagy komplikációkkal járnak, akkor nyilván egy választható útnak javasolni fogják, de ezek a számoknak a függvénye. Tehát ez nem a vakcina működéséből lehet kalkulálni, hanem a járványügyi adatoknak az alakulásából abból lehet elkövetkeztetni, és hát nyilván vannak országok, akik előttünk járnak, ahol hamarabb megjelennek a magasabb számok, ott megnézik, hogy milyen a kórházi kezelések esetleg, a súlyos szövődményeknek a kialakulásának az esély, és ehhez kell a lépéseket szabni. A lépések azok nem mindig az egyének a közvetlen érdekét szolgálják, hanem a teljes társadalomnak vagy az adott populációnak az érdekét vizsgálják, és az alapján hozzák meg ezekbe a rendelkezéseket. Szóval ez nagy jóslás, nem most lesz mondani, hogy mi lesz a őszintés. Igen, mert válaszokat a különböző orvosi kérdések, tehát erre vonatkozó kérdéseket, azt nagyon sokat válaszoltuk meg Gáborral, amik bejönnek, amik ugye mindig azt mondjuk, hogy senkinek nem mondjuk, hogy csináld ezt, vagy csináld azt, hanem azt mondjuk, hogy ez a guideline, az csak a irányel. Hogy ez az irányel, és hogy mit tudom én, ez van Magyarországon, vagy ez van Amerikában, és akkor ez alapján, vagy meg kell beszélni, hogy ha valakinek háttérbetegsége van, akkor ugye mindig azt ajánlottuk, hogy a saját kezelőorvosával beszélje meg, esetleg cikkeket küldtük el, amiről már kiderült, hogy mert mi kutatók vagyunk, és mi nem ilyen véleményeket dobálunk, hanem mi adatokat nézünk, és az alapján megnézzük, hogy ezt letesztelték-e már, mi történt, és ez alapján mondjuk, hogy ez történt, az nem jelenti azt, hogy veled is ez történik, de ilyen irányelveket mondunk leginkább, és ugye mindenkinek azt mondjuk, hogy a saját országának az irányelvei, mert nem akarjuk, hogy majd beküldjétek, hogy Katyék ezt mondták, hogy ilyesmi. Mert ugye minden országban figyelték, hogy szennyezve a fertőzöttség és egyébként is az annak az országnak a irányelvét kell követni. Meg szeretném kérdezni, hogy sokfajta rábetegség van a világon, és amit gyógyítanak ezzel a sugárzással, ami káros a gerítségére, úgy tudom, ez az immunrendszert legyengíti, hogy ez a rábetegségnek a újfajta kidolgozása az hogyan történik meg, majd, és akkor nem kell használni ezt a sugárzást. Köszönöm. Hát valójában az van, hogy mind a sugárzás, mind a kemoterápia is azon alakul, hogy majd az immunrendszer felismeri az ilyen brutálisan megölt sejteket, mert hogyha a sejtek természetes halála vannak, akkor az immunrendszer nem aktiválódik és nem tudja felismerni a rákos sejtet. De ha a sugárzás öli meg, vagy kemoterápia öli meg, akkor is az immun sejtek fognak akcióba lépni, felszedik az előtt sejteket és felismernek
olyan sejteket, amelyik ugyanolyan komponenseket tartalmaz, és kerítés során azokat elő. Nyilvánvalóan nagyobb a mellékhatás, amikor globálisan történik egy ilyen terápia, de azok is már, a kemoterápia és meg a sugárzás is már sokkal centrálisabban van, tehát egy sugárzóanyag beépítés, egy prostatakancer, ami kikalkulálják, hogy mekkora a tumor és beépítik, és az tönkreteszi a körülötte lévő tumorsejteket. Tehát az is sokkal célzottabb már, mint hajdanán volt. És hát ezek a rákvakcinákra, ugye az esetben be kell azonosítani, hogy mit azok a onkogének és a betegnek a tumorjában melyik jelen vannak. Tehát ez nagyon nagy nehézség. Ugye már 2000 óta, tehát 20-valahány éve próbálnak vakcinát kifejleszteni, és hát ugye ez se lett sikerrel, ez se lett bevezetve, mert nagyon nehéz megállapítani, hogy mi legyen a cél, amit az immunsejt fölismerjen a rákos sejt. Mert az nagyon hasonlít az a rákos sejt a természetes sejtekhez, és nagyon sokszor az van, hogy nem is különbözik, csak éppen az van, hogy van benne egy megduplázódott kromoszóma, és ez mindig azt mondja a sejtnek, hogy osztódjál, és akkor az csak osztódik, és kívülről az immunsejt nem is lát semmit, tehát a normális, csak nagyon osztódik. Tehát ez sokkal-sokkal bonyolultabb, mint sem azt mondani, hogy ilyen vakcinálásra. De amit csinálunk a BioNTech-nél, és hogy egyre inkább tanulunk abból a beavatkozásokból, analizáljuk, és újabb és sokkal precízebb individuális vakcinákat próbálunk kifejleszteni. Míg a másik, amit a BioNTech-nél megint csinálunk a Sanofival közösen, amikor nem vakcinát csinálunk, hanem a tumorba beinjektálunk olyan RNS-eket, amelyről egy olyan fehérje képződik, ami azt mondja az immunsejteknek, gyertek ide és nézzétek meg, és ha mentek körbe, és ilyet láttok, akkor öljétek meg. Tehát egy ilyen jellegűt, és hát ez ugye kipróbálás alatt van. Az állatokban nagyon jól működik, de hát ezt már tudjátok, hogy a egérrákját nagyon jól tudjuk kezelni. Sajnos a humánét az nem annyira, de ott például már olyan tüdő átétel, rákos sejteket is tudtuk így eliminálni az állatmodellekben, de nyilván ott rákot is ismerjük, mert hát ugye mi fertőzünk meg vele az állatokat, a mi injektáljuk vele, szóval ez sokkal leegyszerűsítettek. De nagyon sokan dolgoznak rajta, és most ugye, hogy az RNS az egyik dolog, nem is mondtuk, hogy ez egy ilyen egyenlőség teremtő, mert az RNS az nagyon olcsó, könnyen lehet előállítani, és nagyon sok gyógyszer, amely nagyon sokba kerül, például az öpsömör vakcina, amely 800 euró, mind a Moderna, a BioNTech, Pfizer már az év második felében a humán, tehát az emberi kipróbálását megteszi a messenger RNS-en alakuló ilyen vakcináknak, ami sokkal olcsóbb lesz, és akkor nem kell Németországból behozatni, hanem egy kis kapható lesz, és mindenki megkaphatja, ha akarja. Tehát egy ilyen is fontos, de még hogyha fehérje végül a termék, akkor is fontos, hogy az RNS az olcsóvá lesz, mert gyorsan lehet elkészíteni és screenelni. Ez volt a kérdés, nem is tudom. Thank you.
kiadó melletti, most cukráza van. Itt van apukám, és itt van Norbinak a nagypapája.